Sok szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket az Egyesített Szociális Intézmény klubtagjainak, nevezetesen a Nyugalom szigetének farsangi mulatságán. Évről évre megrendezésre került intézményünkben a farsangi vigadalom, és még emlékszem arra az időszakra, amikor egy-egy farsangi állarc mögé rejtve arcunkat nagyon visszafogottan mertük átadni magunkat a jókedvnek, a mulatságnak. Hiszem és vallom, hogy egy aktív, jól működő közösségben a klubtagok számtalan pozitív hatást gyakorolnak a csoporttagokra. Én szeretném már most és nagyon-nagyon megköszönni a klubtagok lelkesedését, sok-sok munkáját, a lelkes készülődésüket, és azt, hogy mernek a sok nehézség ellenére vidámak, jókedvűek lenni. Higgyék el, hogy nekem és kollégáimnak a legnagyobb öröm az, és a leginkább motiváló erő az, hogyha önöket lelkesnek és jókedvűnek látjuk. Köszönjük a lehetőséget, hogy programunknak helyet és teret adott a Művelődési Ház, és köszönöm a klubban dolgozó kolléganőknek, Farsang Lászlóné Juditnak, Szekeresné Mihók Szilviának és Olá Imréné Briginek a felkészítő munkát. Most pedig nem marad más tisztem, mint hogy bemutassam a péntek esti láz két műsorvezetőjét, Frank Worm Klárát és Tóth Gábort, és átadjam számukra a mikrofont. Kezdődjék tehát a péntek esti láz. Jó estét kívánunk, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket. Hát péntek is van, este ugyan nincs, de lázasan készültünk a mai alkalomra, és hát nagy-nagy örömmel látjuk, hogy ilyen sokan érkeztek el erre a nevezetes eseményre a mai napon. Egy év telt el a tavalyi farsangi bálunk óta. Reméljük, hogy a tombolák mindenkinek ott vannak a szekrény sarkán. Jövőre behozhatják újra, akkor lesz tombola megint. Idén nem lesz. Ezt szeretném elmondani önöknek. Úgyhogy ne ijedjenek meg, nem kell semmit hazavinni. Elsősorban az ünneplésé, a jókedvé és a télűzésé lesz a mai feladat. Én is vissza tudok emlékezni a nagyon rajongó közönségre, amelyek közül sokakat új szintén itt látok. Nagy tisztelettel köszöntjük az újakat is, és reméljük, hogy ők is régiek lesznek. Érezzék jobbokat, szórakozzanak jól, és kapcsolódjanak be, kapcsolódjanak ki a hétköznapokból, és dobódjanak föl, mint a labda, ne csak egy napra, érezzék jobbokat. A farsang önmagában egy zajos nevetéssel teli mulatság, amelyet az ősi hiedelmek babonák hívtak tulajdonképpen életre. A középkori hiedelmek szerint a tél utolsó napjaiban, amikor a nappalok egyre rövidebbek lettek, azt hitték, hogy a nap elgyengül, és a gonosz szellemek ezáltal életre kelnek. Ezért vigadalommal, felvonulással, beöltözéssel és boszorkány égetéssel töltötték az időt az emberek, hogy elűzzék ezeket a gonosz szellemeket. Ezért a régi jelmezek mind ijesztőek voltak, hogy elűzzék a telet, és hát a hozzájuk kapcsolódó hiedelemvirágot. Láthatjuk, hogy az első tánccsoportunk már felkészült a bevonulásra, Rissamamáknak hívjuk, nevezzük őket, akik egy különleges swing nótára fogják ellejteni a táncukat. A swing egy zenei és egy táncirányzat, divattáncról beszélünk. Figyeljék majd meg, mert jellemző mozdulatait szinte bármelyik zenére alkalmazni lehet. Könnyen elsajátítható, nem kell hozzá komoly tánctechnikai tudás, a tánc jellemzői pedig a táncosok folyamatosan mozognak, előre eltervezett koreográfia nincs, és az improvizálásé lesz a főszerep. Fogadják szeretettel a Rissamamák táncát!
igazi swing hatás. Parkett és szikrázó cipők, pezsgés, ez azt igen. Szenzációs volt. Hát aki ma nem vette be a pezsgő tablettát, az már lehet, hogy nem is fogja bevenni, olyan pezsgés volt. Érdeklődöm, hogy mit jelent önnek a tár? Mindent, mindent. Hozzá akartam most már fogni, nyugdíjas vagyok, aztán rájöttem, hogy kevés a nyugdíj, tudja, az a helyzet. És akkor otthon próbálgattam ezt, és áthívtam a szomszédembert. Mondtam neki, hogy mit szólsz hozzá. Nagyon jó, azóta járok riszálni. És akkor a nyugdíj kiegészítésen megvan, és nem megyek a polgármester hivatalba segélyé. Ezért riszálok. Gratuláló. A jogszabály dolgot azért be kell tartani. Adott akkor most már így most nyilvánosan meg adóköteles tevékenység a riszállás. Úgy tudom, jogszabályra ezt meg kell érdeklődni, mert ezért. Jó. De azért a jókedv mindent felülír. Nagyon szépen köszönjük a Risza mamáknak a táncukat, fellépésüket. Azt szeretném itt még megkérdezni, itt van egy profi zenész a körünkben, hogy mennyi risztálást látott ő az életében, Anti? Hát az igazság az, hogy elég sokat. Volt itt, aki nagyon jól csinálta, kicsit jobban, mint kellett volna. Hát most mit mondjak? Az igazság az, hogy nem nagyon láttam. Eléggé hátul tudtam volna, hogy ilyen látványos, azt előbb kellett volna jönni. Az első sorban van még hely, tehát nyugodtan innen hátulról előre lehet ülni, várjuk szeretettel ott a szereplők közelébe. Hát Risza mamák, foglaljanak helyet, köszönjük szépen, nagy tapsot a részükre. Bravo, bravo.